Tavaszi szünet, nem módosultak az időpontok. Szájmaszk mindenképpen előnyös a viselésük. Idény munka, új keresőportál az Agrártárcától. Jó estét kívánok! Önök az Orosházi Városi Televízió híreit látják április 10-én, nagy pénteken. Köszöntöm a kedves nézőket, jövünk a részletekkel. A kialakult helyzet ellenére nem hosszabbította meg a magyar kormány az idei tanévet. Mint kiderült, nem módosul a tavaszi szünetek időpontja sem, így a távoktatásban tanuló diákoknak és tanároknak lesz lehetősége pihenésre. Iskolai évzáró ünnepséget látunk, ahol a nyári szünet előtt utoljára látják egymást a gyerekek. Ugyan a koronavírussal kapcsolatban kialakult helyzetnek köszönhetően idén kevésre az esély, hogy évzáró ünnepségeket rendezzenek. A tanévet azonban ennek ellenére sem hosszabbítja meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Mint kiderült, így nem módosult a tavaszi szünet időpontja sem, a távoktatásban tanuló diákoknak és tanároknak így lehetősége nyílik majd egy kis pihenésre. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a veszélyhelyzetre való tekintettel úgy döntött, hogy a minősítéssel és tanfelügyelettel kapcsolatos, még folyamatban lévő eljárásokat viszont a 2020-2021-es tanévre halasztják. Az átütemezésről valamennyi pedagógust közvetlenül értesít majd az oktatási hivatal. A közleményben az ország összes pedagógusának megköszönték az elmúlt hetek áldozatkész munkáját, melyen lehetővé tették a tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást. Korábban a Székelcs József Evangélikus Iskola, a Református Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola és az Eötvös József Katolikus Iskola is bemutatta, mindez hogyan történt meg. Már az első napon a vártnál nagyobb érdeklődés övezte a Délbékés Mentőcsoport újabb kezdeményezését Mezőkovács házán. A térségből érkező több száz érdeklődő több mint 2000 liter fertőtlenítőszert és 1000-nél is több maszkot vihetett haza teljesen ingyen. Sorban állnak az emberek Mezőkovács házán fertőtlenítőszerre és maszkokra várva. A Délbékés Mentőcsoport felhívására érkeztek, amelyet komoly érdeklődés övezett, hiszen április 8-án és 9-én is több százan érkeztek a térségből. A szükséges dokumentációk, nyilatkozatok kitöltése és átadása után a lakosok által hozott edényzeteket töltötték tele a mentőcsoport önkéntesei. A fertőtlenítőszerek és maszkok kiadásánál a kijárási korlátozás szabályait is figyelembe vették. Ez alapján 10 órától délig a 65 év felettiek, déltől 2 óráig pedig a 65 év alattiak vehetik fel a személyenként 4 darab maszkot és a 10 liter fertőtlenítőszert. A két nap alatt több mint 5000 liter fertőtlenítőszert, illetve több mint 2000 maszkot osztottak ki a mentőcsoport önkéntesei. A Délbékés Mentőcsoport felhívta a figyelmet, hogy a jövőben is minden munkanapon biztosítják a térség lakosságának a koronavírus járvány megfékezéséhez szükséges eszközöket, szereket. A koronavírus járvány miatt számos, szociálisan hátrányos helyzetű család került még nagyobb bajba. A Petőfi Művelődési Központ alkalmazottai saját költségen élelmiszeradománnyal támogatták a nehéz sorsú családokat. Tartós élelmiszerekkel teli csomagokkal érkezett a Petőfi Művelődési Központ néhány tagja ide, az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatához április 8-án. A koronavírus járvány miatt számos szociálisan hátrányos helyzetű család került még nagyobb bajba. A Petőfi Művelődési Központ és a már hozzájuk tartozó Alföld Gyöngye Hotel munkatársai bevásároltak, hogy ebben a krízis helyzetben enyhítsék a nélkülözők nehézségeit. Lajti Tíme, a ügyvezető elmondta, hogy kollégái azonnal támogatták a kezdeményezést, és a lehetőségeikhez mérten igyekeztek segíteni. Sajnos a mi kollégáink is hát elég nehéz helyzetben lesznek valószínűleg az elkövetkező időszakban, és azért ez így külön öröm számomra, hogy mégis tudnak adni, és mégis fontos a közösség és a közösség összefogás. Ebben a nehéz helyzetben folyamatosan nő az igény a támogatások iránt. Halusik Éva intézményvezető elmondta, hogy az eddig látókörükben lévő családokon kívül napi 8-10 újabb segítségkérés érkezik feléjük. Tömeges igényeket nem tudunk kielégíteni belőle. Tehát a kiosztás szempontjánál mindenféleképpen nagyon fontos az, hogy az adott család krízis helyzetbe került, és így próbálunk segíteni neki ebben, nyilván más támogatási formákkal együtt. Aki úgy érzi, segítene ebben a nehéz helyzetben a hátrányos helyzetű családokon, keresse az Orosházi Családsegítő Szolgálatot a Hajnal utca 1 szám alatt. Elsősorban tartós élelmiszerekre, tisztítószerekre van most szükség.
a húsvéti ünnepekre vonatkozó tudnivalókról és szigorításokról Dávid Zoltán polgármester nyilatkozott kameránknak. Gyopárosfürdőn és Orosházán különböző intézkedéseket kellett, úgy érzem, meghoznom. Ezek az intézkedések a következők voltak. Gyopárosfürdőn a tó körül a sétányt lezártuk, illetve a kint a kettő darab parkolót, az önkormányzat által működtetett parkolót szintén lezártuk. Orosházán szintén parkokat zártunk le a emberek elől, illetve megkértük a boltok vezetőit, hogy amennyiben lehetséges maszkban, kesztyűben engedjék be a vevőket, vásárlókat, és próbálják meg a higiéniai feltételeket megtartani, tehát a 2 méter távolságot és a különböző előírásoknak feleljenek meg, hogy minél biztonságosabban tudjuk beszerezni az élelmiszert és a szükséges dolgainkat. Mindenkitől türelmet kérek, mindenkitől azt kérem, hogy fogjunk össze, ezt úgy gondolom, hogy továbbra is, hogy csak közösen és az utcán tudjuk legyőzni azzal, hogy nem megyünk ki az utcára, és nem csoportosulunk, és nem találkozunk kint egymással, hanem megpróbálunk a lakásban maradni, otthon maradni, úgy gondolom, hogy minden híradásban számtalanszor hallhatjuk is. Kérek mindenkit, hogy ezeket az intézkedéseket vegye komolyan, tartsa be, így érhetünk el csak eredményt közösen. Maga az intézkedés, amit most a mai napon hoztam, az hétfő évfélig lesz érvényben, erre kaptam felhatalmazást, utána nyilván az országos operatív törzs által kiadott és eddig megismertetett rendeletek lesznek érvényben, amit úgy gondolom, hogy továbbra is be kell tartanunk. Én még egyszer mondom, hogy csak akkor érhetünk el eredményt, ami eddig azt gondolom, hogy még Orosházát elkerülte, de ez annak köszönhető, önöknek köszönhető, meg mindenkinek, az egészségügyi, szociális dolgozóknak, illetve hát mindannyiunknak, hisz azokat a rendeleteket én úgy gondolom, hogy komolyan vettük és betartottuk, amit köszönök szépen mindenkinek, és továbbra is azt kérem, hogy így türelmesen, fegyelmezetten hajtsuk végre ezeket a feladatokat, közös érdekünk. Kérek mindenkit, hogy csatlakozzon hozzánk. A járványhelyzet idején számos téfit kering a szájmaszk használata körül. A virológus professzor szerint viszont mindenképpen előnyös maszkot viselni, sőt, ez a legtöbb, amit jelen helyzetben tehetünk. A koronavírus járvány idején egyik nap azt az információt közvetítik az emberek felé, hogy a szájmaszk viselése hasznos a védekezésben, másnap pedig már azt, hogy ártalmasabb a maszkot hordani, mint szabadon hagyni az arcunkat. A szájmasznak jelentősége van, és borzasztóan hibás az, hogyha pláne, hogyha hivatalos személy részéről azt lehet hallani, hogy a szájmaszkra nincs szükség, vagy hogy ez káros. Az biztos, hogy ez nem jelent 100%-os biztonságot. Nem kell, hogy ez egy hibás biztonságot jelentsen, de ez a legtöbb, amit meg tudunk tenni az egészségünk érdekében. A virológus professzor elmondta, egy nagyon alattomos vírusról van szó, hiszen a megfertőzöttek túlnyomó többsége tünetmentes, ennek következtében nem is tudja magáról, hogy fertőz. Miután a koronavírus esetén egy cseppfertőzéssel terjedő betegségről beszélünk, így a vírus akár köhögés vagy beszélgetés, sőt éneklés vagy nevetés közben is átterjedhet a felszabaduló nyálcseppek által egyik emberről a másikra. Mindebből tehát logikusan következik, hogyha bármit az arcunk elé teszünk, legyen az sebészeti szájmaszk vagy egyszerűen egy sál, kendő, az nagyon sokat fog tenni védelmünk, biztonságunk érdekében. Duda Ernő professzor kiemelte, az lenne a legcélra vezetőbb, ha manapság az emberek egymást és saját magukat is állandóan, folyamatosan fertőzöttnek tekintenik. Hozzátette, mindenkinek igyekeznie kell elkerülni azt a szituációt, amikor ő lefröcskölheti a másikat, vagy a másik lefröcskölheti őt. A virológus professzor elmondta, a szájmaszkot használat után nem kell feltétlenül eldobni, mivel ez a vírus nagyon érzékeny a hővel és a mosószerekkel, szappannal szemben, így a maszk mosást és vagy vasalást követően újra felhasználható. Idény munkakereső portállal segíti a mezőgazdasági munkavállalást az Agrártárca. A megélhetésüket elveszítő embereknek a hazai mezőgazdaság most különösen nagy mennyiségben tud munkát biztosítani. Munkaszüret néven indít mezőgazdasági állás lehetőségeket kínáló internetes oldalt az Agrárminisztérium, írja a kormány.hu. Az online felülettel a tárca arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar agráriumban a koronavírus járvány ellenére is van munkalehetőség.
A vendéglátásban vagy a turizmusban a megélhetésüket elveszítő embereknek a hazai mezőgazdaságban most különösen nagy mennyiségben tudnak munkát biztosítani. Az élelmiszeripari vállalkozások és a gazdaságok az új típusú koronajárvány okozta rendkívüli helyzet miatt munkaerőhiánnyal küzdenek. Az Agrárminisztérium a helyzet enyhítéseként online platformot hozott létre, ahol az élelmiszer alapanyagot előállítókat és a termelőket összekötik a munkát keresőkkel. Az internetes oldal célja, hogy az élelmiszerlánc érintett vállalkozásait támogassa a szükséges munkavállalók gyors megtalálásával. Az egyes munkafázisok nagyon szűk és szoros biológiai határidőhöz kötöttek. Egy-egy munkafolyamat elvégzésének elmaradása a teljes növényállomány megsemmisüléséhez vezet, hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Kifejtette, az ágazat zavartalan működése szempontjából létkérdés, hogy megfelelő mennyiségű ember álljon rendelkezésre a termelés elvégzéséhez. Az Agrárminisztérium szerint elvégzendő feladat akad bőven, hiszen már javában zajlanak a tavaszi mezőgazdasági előkészületek a földeken. Hangsúlyozták, a hazai mezőgazdaságnak a járvány idején is biztosítania kell az élelmiszerellátást. A helyi vállalkozóktól megtudtuk, az idény munkákat tekintve Orosházán is minden évben emberhiány van. Halkad is olyan, akit tudnak foglalkoztatni, az általában nyugdíjas vagy diák. Így számukra is minden évben problémát jelent a megfelelő munkaerő felkutatása, ezért is tartják jó ötletnek a létrehozott internetes felületet. A mezőgazdasági idény munkakereső hírportál a www.munkaszüret.hu linken elérhető, és érdemes oda visszatérni, hiszen az folyamatosan bővül, frissül. Hosszas betegség után életének 60. évében elhunyt Füzesi Ferenc. A neves szakember 10 évvel ezelőtt az orosházi férfi kézilabdázókat néhány év kihagyás után ismét az élvonalba vezette. Az öröm pillanatai, edzőjüket, Füzesi Ferencet dobálják a magasba saját játékosai. A felvételek 10 évvel ezelőtt készültek Békésen, ekkor harcolta ki ismét a feljutást az NB1-be az orosházi FK-se. Április 6-án érkezett a hír, hogy az orosháziak egykori edzője hosszas betegség után elhunyt. A kézilabda berkein belül mindenki által csak Barasznak becézett szakember a 2009-2010-es bajnoki szezonban vette át az NB1-b és felnőtt csapat irányítását Bajusz Józseftől. A feljutás után az NB1-ben további 3 idényen átvezette a zöldsárgákat, beleértve az ifjúsági csapatot is. Az orosházi szurkolók hamar megkedvelték a játékosként 86-szoros magyar válogatottságot elérő edzőt. Orosháza után megfordult a Balmazújváros férfi csapatánál és a Szombathely női együttesénél is. 2018 nyara óta otthonához, a Pécshez közeli Mohács női másodosztályú csapatánál edzősködött. Füzesi Ferenc 59 évesen hunyt el. Úgy tartják, a mozgás nem csak a testet, hanem a lelket is feltölti és fitten tartja. A járvány idején igaz, a csoportos edzőtermi találkozásokra nincs lehetőség, viszont az otthoni mozgásra igen. Mozgás nélkül nincs élet. A sportolásnak számtalan előnyös hatását bizonyították már. A rendszeresen testedzés végzőknek jobb a közérzete, erősebbek és energikusabbak, mint mozgásszegény életet élő társaik. A járvány miatt sokan bezárva érzik magukat. Ha eddig sportoltak is, most nem járhatnak a megszokott módon az edzésekre, hiszen a vírus megfékezése érdekében azok szünetelnek. De mindig van B-verzió. Nagyon fontos az, hogy szabad levegőn legyünk minden nap egy néhány órát, vagy akár egy pici időt, hogyha tudunk, és akár ezt sporttal töltsük, mert igazából ez nincs megtiltva, hogy a szabad levegőn sportoljunk, úgyhogy én mindenkit arra buzdítanék, hogy a négy fal közül jöjjön ki, sportoljon a szabadban. A sportnak nem csupán testre, hanem lélekre gyakorolt hatása is ismeretes. Stresszoldásban is a segítségünkre van, és a depresszió kialakulásától is megvéd. A mozgás mindenképpen jó hatással van a lelkünkre is. Azáltal, hogy az izmokat megmozgatjuk, a vérkeringés javul, ezáltal a hormon működésünk is megváltozik, és boldogsághormonok szabadulnak fel, úgyhogy a lelki folyamatok is pozitív irányba tudnak elmozdulni. Az Orosházi Média új sorozattal segíti az otthoni testmozgást. A Tolt félre a kanapé című műsor otthon végezhető 12 perces mini edzéseket mutat be helyi sportoktatók közreműködésével. A háztartásokban megtalálható sporteszközökre vagy csupán saját testsúlyos gyakorlatokra épülő mozgásprogramok bárki számára elérhetők az Orosz Kafé oldalán, vagy a híradót követően a kommentár nélkülben. Az edzések közt találunk erősítő és kardióórákat, valamint jogát és hamarosan táncot is. A feltételek tehát adottak, már csak egy kis akaraterőre lesz szükség, és indulhat is a mozgás.
Hírösszefoglalónk végén még egyszer a legfontosabbak röviden. Tavaszi szünet, nem módosultak az időpontok. Szájmaszk, mindenképpen előnyös a viselésük. Idény munka, új keresőportál az Agrártárcától. Ez volt az Orosházi Városi Televízió híradója április 10-én pénteken. Én munkatársaim nevében áldott húsvétot kívánok önöknek. Vigyázzanak magukra, a viszontlátásra!